tegnapi alapli. Aztán mutatom a sorrendet. Megállítom egy kicsit. Na, első lépés. Bekapcsolod a tűzhelyet. Lögsz bele egy kevés olajat. Nem kell sok, csak annyi, amennyi megpirítjuk a fűszereket. Aztán mehet bele a csili. Mehet bele fokhagyma. Fokhagymát nem szoktak beletenni, de én teszek, mert annál jobban gyógyleves lesz. Azt, hogyha akarod, akkor kihagyhatod. Aztán jön a reszelt gyömbér, frissen. Kb. Egy 3 teáskanálnyi. Közben meg vagyok fázva egyébként, azért ilyen dugult a hangom. Na, belement az, és akkor utána jön a chili paszta, amit valahol valamiért beszerzel. Én ezt kaptam Tájföldről. Hát ebből egy ilyen jó mokkáskanálnyi vagy két teáskanálnyi mennyiséget. Ez itt elkezd ugye sercegni, egy kicsit össze kéne sütni a dolgokat. Ennyire lehet látni a gőztől. Próbáljuk lámpával. Aha. Ugye arra kell figyelni, hogy a forró olajba sose dobd a fokhagymát, mert megkeseredik. És kicsit így van, amikor átpirítottad, kicsit szétesett a chili paszta, a chili paprika, hol is áll ereje, akkor jöhet rá a föl nyeszetelt csirke, ilyen vékonyra. Szuper-szuper vékony. Ha egy kicsit fagyos a csirke, annál könnyebben tudod szeretelni. Kutok. Ezt így összekutulod, és átforgatjuk. Ezt nem kell lepirítani, mert a leves az, ez nem arról fog szólni, hogy lepirítjuk. Hát lehet érdemesebb lett volna egy nagyobb edénybe csinálnom, de most már ez van. Na, közöljük, hogy egy kicsit így pirulgat a csirke. Még fogok egy mozsarat. Teszek bele citromfüvet, egy keveset, kb. Egy teáskanálnyit. Teszek bele egy kevés fekete borsot, ez ilyen tarka bors, illetve de ezt itt néha át kell azért forgatni. Közben teszek bele többféle chili paprikát, ez cayenne bors. Cayenne, nem tudom, hogy kell. Ebből csak egy ilyen csipetet. Ezeket a chili paprikákat kihagyhatod, ha akarod. Nekem van még itt ilyen szingapúri chili paprika. Ebből is teszek egy fél mokkáskanállal kb. Most csípősre akarok. Adok hozzá durvasót, mert azzal könnyebb összetörni a fűszereket. Ebből is egy csipetet. Aztán csillagánis. A csillagánisból arra kell figyelni, közben ezt itt átforgatom. A csillagánis, de arra figyelj, hogy nagyon erős,
intenzív, kb. Ennyit fogok beletenni. Így. Aztán, ha úgy dől igaz, akkor már minden benne van. Chili paprika, igen. És közé így néz ki a kis fűszerkeverék. Jó, ezt az egészet jól összetöröm. A citromfű az elég darabos, azért majd át fogom szűrni az egészet. Mindjárt mutatom. Közben a csirke az készülődik, az teljesen jól van. Na mutatom, kb. Ilyen lett. És akkor ezt az egészet, ezt át fogom egy ilyen szűrő segítségével, ezt így rá szitálom a húsra. Hát ez egy kicsit olyan, mint az öt fűszer keverék. Abba talán van szegfűszeg is, hogy nem tudom, hogy nem szeretem a szegfűszeget. Na ezt a maradékot nyugodtan el lehet tenni ilyen utófűszerezésre. Ezt félredobod. Ezután jöhet bele, én teszek bele garnélát. Úgyhogy te ezt nem szereted, akkor ezt majd kihagyod. Ugye a garnélának annak nem kell annyira főni, mint a csirkének. Egészet összekutyulom. Így. És akkor most már megvan a csípős, a fűszeres, most jöhet rá az édes. Azt én mézzel szoktam, hát egy kicsit vázig megcukrosodott, de semmi baja nincsen. Egy ilyen púpozott mokkás kanálgyit rádobok. Közben fölforrt a alaplevünk, itt a mellett lévő szekcióba, azt, amit tegnap készítettem. Ugye az alaplét azt először lepirítottam a vöröshagymát, a gyömbért, a fűszereket rendesen feketére, majd fölöntöttem, hozzáadtam a csontokat, és akkor egy ilyen kislángban egy jó 3-4 órát, egy 3 órát főzöd, az teljesen rendben van. Ezután, miután ez megvolt, akkor jöhet a szójaszósz. Én ezt a sima indulóset szoktam. Hát ebből nyugodtan mehet egy olyan fél deci, nagyjából így a kettő között, csak elég nehezen jön ki belőle. Majd mindjárt teszek róla, hogy könnyebben jöjjön. Ugye az eleve megadja majd a színét a levesünknek. Ezért nem hoztam ki a keményítőt, amivel behúzom a levest, de majd azt is kihozom, addig úgy is megállítom a videót. Na, hozzáadtuk a szóját, ugye a szója a sós. Szóval azért a sóval vigyázni kell, mert tettem már a fűszerkeverékbe is. És akkor most jön hozzá a rizsecet. Ettől lesz savanykás az egész. Hát én savanyúan szeretem, úgyhogy két-három evőkanált nyugodtan tehetsz, de egyébként a lime, amit nyomok bele most is, az is ugye savanyítja. Ugye azért ment bele egy adag édes, sós is, ugye akkor most muszáj kompenzálni a savakkal. Ezután, mikor megvolt ez az egész, összekutyultad, akkor egy dolgot kihagytam, ez pedig a, hát nem is tudom, ez a szegfű, nem szegfű bors, hanem a talán ez is kajánbors, most hirtelen meg nem mondom, de majd de talán friss kajánbors, ez annyira nem csíp. Szóval ebből is nyomok bele egy adagot, borsos fűszeres, és akkor most ezt az egészet, amikor most ugye eléggé nagy a gőz, itt tartunk, majd kitisztázom valahogy a kameraképet. Na most jönnek bele a hagymák. Teszek bele vörös hagymát egy fejet, teszek bele új hagymát, teszek bele póré hagymát. Ez a hagyma az, hát ez ilyen gyógylevesnek hívom csak, illetve julienre vágott répát, így fölcsíkozod. És akkor ezt az egészet összeforgatod. Hát mungóbab csírát nem kaptam, de azt amúgy is csak frissen kell tálalásnál.
meg hogy ha szereted a koriander zöldet, akkor még az mehet. És az egész, amikor így ráment, ugye, és kicsit azért megnyugodott a történet, na ilyenkor jöhet az alaplé. Jöhet az alaplé, az pedig nagyjából, mindjárt mondom neked a mennyiséget, hát ez nem tudom, mert nincs rajta ezen pont, de jó forró. Ezt előtte már egy fölforralom, hogy ne ázzon a történet. És akkor ezt az egészet szépen fölöntöm. Ugye a tegnapi alaplével, amit tegnap készítettem el. Ugye azért kell előtte fölforralni, hogy ne álljon meg a fövés. Ne ázzon szét a répa meg hagymák, mert az nem jó. Ugye ebből így lehetne most akár ilyen zsenge cukorborsót, az a héjas, meg tájbazsalikomot, hát amit éppen kapsz. Ez a vietnámiaknál a főleves ugye az alapja, de azt is ahány ház annyiféleképpen csinálják, szóval nyugodtan lehet saját ízlés szerint. És akkor lényegében ezt követően már csak kifőzöm a rizstésztát. Ezt a CBA-ba vettem 500 forintért, de egyébként ez 200 grammos, és egy vagyont elkérnek érte, úgyhogy érdemes szétnézni, hogy hol veszed meg a rizstésztát. És most megvárom, még fölfor, nagyjából fő egy 5-10 percet, és utána megkóstolom és készre fűszerezem. És most nagyjából egy 5 percet főtt, közben visszatérünk, de ugye nem főzzük szét a dolgokat, mert már az alaplé meg lett főzve. A répának resnek kell maradnia, a csirkét se főzzük halára, mert hajszálvékony, a garnéla az már szinte a forró víztől elkészült. És akkor azt csináltam, hogy egy ilyen 2 deci vízbe föloldottam 2 evőkanál kukorica kevényítőt. Hát én ezzel húzom be, és nem nátrium glutamáttal, mint a kínai kajádákból, és attól lesz rossz íze. Még annyit szoktak, hogy ilyenkor tojást lehet bele csorgatni. Én nem teszek, mert nagyon ilyen zavarossá, ilyen nem túl gusztusossá teszi a levesünket. És akkor most addig csorgatom bele a keményítőt, amíg egy kicsit nem lesz ilyen, hát lényegében egy picit besűrítjük vele. Ugye ez már csak attól függ, hogy ki mennyire sűrűn gondolja a levest. Reni mondta, hogy ne legyen túl sűrű, úgyhogy én most csak annyit teszek bele, hogy egy kicsit az ilyen sűrűbb állaga legyen, de azért ne az a főzelék. És akkor mindjárt mutatom egy kanállal, hogy azért lássad, hogy látod, hogy azért egy kicsit ilyen ragasztó, hát nem is ragasztó állag, az túlzás, de az egy ilyen sűrű bálagot vett föl a keményítőtől. És akkor lényegében már csak megkóstolod, hogy kell-e még bele egy kis édes, sós vagy savanyú. Ugye a csípőst azt inkább utólag érdemes, hogy mások is megegyék. És akkor ennyi. Közben meg elkezdtem főzni a rizstésztának a vizet. Töltettem. Úgyhogy, hát ennyi. És ez egy jó kis amatőr videó. Na, sok sikert!